Nincs elég szakember, kevés a logopédus, pedig az 5 évesek kötelező szűréséből kiderül, hogy a legtöbb gyermeknek artikulációs problémája van. Több a feladat, a hatósági munka mellett a műszaki vezetők és műszaki ellenőrök oktatásával is bővült az idén 20 éves mérnöki kamara tevékenységi köre. Bővült a lista, 21 új értékkel, köztük az Anarcsi Czóbel kúriával bővült a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei értéktár. Egyre több a beszédzavaros gyermek, viszont kevés a logopédus. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Nyíregyháza mintegy 50 oktatás-nevelési intézményében mindössze 15 szakember dolgozik, de ők nem csak a megyeszékhely óvodáiban, hanem többek között Újfehértón is tartanak logopédiai foglalkozásokat. Az 5 évesek kötelező szűréséből kiderül, a legtöbb gyermeknek artikulációs problémája van. Egy törvénymódosítás miatt pedig a közeljövőben már a 3 éveseket is vizsgálniuk kell majd a logopédusoknak. Kis létszámú csoportokban foglalkozik a gyerekekkel a logopédus itt az Orosi óvodában. A legtöbb gyermeknek artikulációs problémája van, azaz pösze. Ilyenkor kihagyhatnak, torzíthatnak vagy felcserélhetnek hangokat. Az óvodások 5 éves korukban kötelező szűrésen vesznek részt. Ilyenkor a szakemberek felmérik az írás-olvasás előkészültségüket, és kiszűrik a beszédhibákat. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre több gyereknek van szüksége logopédiai terápiára, ami gyakran párosul aktivitás és figyelemzavarral is. Ezek pedig súlyosbítják a beszédhibát, és hosszabb lefutásúvá tehetik a foglalkozások idejét. A 60-as évekhez viszonyítva a beszéd sebessége, a beszéd tempó kb. 2-szeresére növekedett. Ezt a gyerekek nagyon nehezen tudják kódolni. Ezért szeretnek például a nagyszülői korosztállyal beszélni, hiszen ők sokkal lassabban beszélnek. Hogyha nehezen kódolják, nehezen észlelik a beszédet, akkor az ő artikulációjukban is megjelenik ez a probléma. Ez az egyik összetevője, a másik pedig az a jártalom. A gyerekek az óvodában, bölcsődében, iskolában zajban élnek, hazamennek, gyakorlatilag ott is nagyon sok esetben a háttértelevíziózás zajlik, így tanulnak meg beszélni, nagyon gyakran nem észlelik a hangzóbeli különbségeket. A logopédiai terápia sikerességét nagy mértékben meghatározza az is, hogy a szülőknek milyen mértékű az együttműködésük. A gyerekek otthonra egy körülbelül 10-15 perces házi feladatot is kapnak, ehhez kell a szülői segítség. A foglalkozások idejét a beszédhiba mértéke is befolyásolja. A törvény előírja a heti 2 logopédiai foglalkozást, ezt sajnos nem tudjuk itt biztosítani Nyíregyházán, hiszen 15 logopédus 49 óvodában dolgozik, és mi látjuk el még az újfehértói telephelyet is, tehát nagyon kevesen vagyunk. A súlyosabb esetekben viszont tudjuk biztosítani a heti 2 alkalmat is, van, amikor nem is indokolt a heti 2 alkalom, és elegendő egy R-hanghiba javításához a heti 1 is. A KSH adatai szerint 2015-ben 78 ezer gyereknek volt szüksége a beszédjavításra, közülük 52 ezeren óvodások voltak. Tavaly december végén megjelent egy törvényrendelet, ami bevezeti a 3 éves korosztály kötelező szűrését is. A szakember szerint ez nem azt jelenti, hogy artikulációs problémákat vizsgálnak majd, hanem inkább az úgynevezett beszédindításra fókuszálnak. Ebbe a tervek szerint bevezetik majd a védőnői szolgálatot is, a szülőknek pedig úgynevezett home tréningeket tartanak majd. A hatósági munka mellett a műszaki vezetők és műszaki ellenőrök oktatásával is bővült az idén 20 éves mérnöki kamara tevékenységi köre. Ez is elhangzott a szervezet jubileumi taggyűlésén. A megyei szervezetnek jelenleg 493 mérnök tagja és 290 műszaki ellenőr, műszaki vezető nyilvántartott tagja van. A megyei mérnöki kamara 20. jubileumi taggyűlésén elhangzott, a magyar kamarai szervezetek megalakulásukkal a politikai közéletben akartak szerepet vállalni. 1988 végén, 89 elején indult a kamaráért mozgalom, hogy a mérnököknek egy köztestületi státuszban elrendelt és törvényben alapított mérnöki kamarára van szükségük, hogy a mérnök társadalomnak és az értelmiségnek a érdekeit hathatósabban tudják védeni. Nem volt még olyan törvény, hogy mi az a köztestület akkor 89 elején, ezért egyesületet alakítottunk, egyesületet lehetett alakítani, és az egyesületnek az volt a küldetése, hogy kivívjunk a magyar törvényrendbe, a polgári törvénykönyvbe, hogy mi a kamara, mi a köztestület.
A 20 évvel ezelőtt létrejött helyi szervezet feladatköre is megváltozott, kibővült. Egy ideig kormányrendelet értelmében a felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök továbbképzését is a mérnöki kamara végzi. Jelenleg Szabolcs-Szatmár-Berekbenyi kamarának 493 tagja van, mint mérnök, és 290 nyilvántartottja, akik nem feltétlenül mérnökök, hanem műszaki ellenőrök. Ez a 493 ez tervezéssel foglalkozik, a 290 pedig műszaki ellenőrzéssel, illetve felelős műszaki vezetéssel, akiket szintén január 1-től oktatnunk kell majd az új kormányrendelet szerint, tehát nem csak a mérnökeinket, hanem most már a műszaki ellenőröket is megpróbáljuk egy magasabb színvonalra helyezni. A kamara feladata emellett a megyei közgyűléssel való szoros együttműködés, hiszen az országos rendezési tervvel összhangban segítenek a területi és településfejlesztési feladatok végrehajtásában is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat igyekszik a területfejlesztési, területrendezési feladataihoz kapcsolódóan természetesen a kamarákkal olyan együttműködéseket kialakítani, amelyek mindenképpen támogatják azt, hogy a megye fejlődése az egyenes évű és reményeink szerint töretlen legyen. Ez egy nagy vállalás, ehhez minden segítségre szükségünk van, és természetesen a mérnök kamarára is számítunk ebben, és ki is kérjük a véleményüket, kérjük is a segítségüket, illetve vannak olyan mérnök kollégák, akikkel folyamatosan dolgozunk is együtt. A rendezvényen elhangzott, a kamara és a megyei önkormányzat a jövőben is igyekszik ezt a kapcsolatot tovább mélyíteni. Az Anarchi Zóbel kúria is bekerült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba. Az értéklista 21 új értékkel bővült, amelyek a megye épített szellemi és kulturális örökségét őrzik. A Zóbel kúriát a tavalyi évben 200 millió forintból újították fel, azóta nyitva áll a látogatók előtt. 1820-ban épült eredetileg klasszicista stílusban az Anarchi Zóbel kúria. A kúria és az azt övező, mintegy 14 hektáros kétvillás szerkezetű angol park a környék ékessége volt a 19. század végéig. A Zóbel család otthona mindig is a társadalmi és kulturális élet központja volt a településen és környékén. A kúria állapota már a híres költőnő Zóbel Minka korában is felújításra szorult volna, de a család egyre fogyó vagyona nem tette lehetővé az épület felújítását. A tavaly őszre elkészült új épületre is sokat várt a település. Most már egykori pompájában nyitva állhat a látogatók előtt. Sikerült a régi épület részből olyan estigeket kimenteni, aminek a lemásolásával az eredeti állapotnak megfelelő nyilászárókat helyeztünk el, kőfaragásokat, bejárati ajtónál a kőkorlátot eredetibe vissza tudtuk állítani, tehát igyekeztünk mi megmenteni, amit meg lehetett menteni a régi idők épületéből, amit nem pedig eredeti állapothoz nagyon hasonlóan visszaépítettük. Az eredmény ez lesz, szerintem mindenki megelégedésére. Ez egy olyan épület, amit nem csak az itteniek, hanem az ide látogatók is szeretettel megtekinthetik. 73 értéket jegyez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár. A települési értéktár bizottságoknak köszönhetően egyre bővül az értéklista, amelybe most olyan épületek is bekerültek, amelyek amellett, hogy építészeti, kulturális értéket képviselnek, turisztikai vonzerő is a térségben. Ezek népszerűsítését az értéktár bizottság is felvállalja. Ez tényleg egy olyan feladat, amelyet végeznünk kell, hiszen valóban turisztikai lehetőség is rejlenek ebbe, és a másik az pedig az a szemléletformáló tevékenység, amit végezni szeretnénk, és itt kifejezetten a fiatalabb generációt megcélozva, ahogy valóban a hétköznapjaik részévé tudjon válni az, hogy milyen értékek veszik őket körül, és ők is majd a saját gyerekeiknek, unokáiknak átadva tudják majd ezt a munkát, ezt a nagyon nemes feladatot végezni. Adi és Arany között összekötő kapocsként emlegetik Zóbel Minka munkásságát. A költőnő a századfordulón Párizsban ismerte meg a modern költészetet. Elsőként alkalmazta és honosította meg a szimbólumokat a magyar költészetben. A nemesi dinasztia emlékét, szellemi örökségét az Anarchi Zóbel baráti kör ápolja. Biztatóbbnak tartja az MSZP jelenlegi helyzetét a párt korábbi elnöke Kovács László, mint az előző években. A politikus nyíregyházi sajtótájékoztatóján elmondta, a szocialista párt négy legfontosabb pozíciójában olyan emberek vannak jelenleg, akik annak betöltésére bizonyítottan alkalmasak.
Szerinte Botka László, az MSZP miniszterelnök jelöltje, Molnár Gyula, Hiller István és Tóth Bertalan segítségével képes a baloldali összefogás élére állva megváltoztatni a jelenlegi rendszert. A szocialista párt egy sokkal igazságosabb, sokkal szolidárisabb és a nemzetközi viszonyokban sokkal jobban beilleszkedő Magyarországot akar, hiszen Magyarország, amely korábban csatlakozása után az Európai Unió egyik sikerországa volt, és abból lett fekete bárány, pont ellentétes azzal, amit miniszterelnök úr állít, hogy mi fekete bárányból sikeres ország lettünk, a szavak rendben vannak, csak a sorrendjük nem, mert korábban voltunk sikeres országok, és most vagyunk fekete bárányok. Védett virágokat foglalt le az Áhonyi és Beregsurányi magyar-ukrán határállomásokon ellenőrzött járművekből a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Záhonynál egy ukrán férfi autójában 322 szál hóvirágot találtak a pénzügyőrök. A sofőr elmondása szerint a hóvirágokat Munkács környékén az út mellett vásárolta, és a menyasszonyának vitte. Egy másik esetben Beregsurányban egy Olaszországba tartó busz egyik utasánál találtak a pénzügyőrök 175 szál hóvirágot, kárpáti sáfrányt és tűzikét. A növények együttes eszmei értéke meghaladja a 4,5 millió forintot. Egy kanyarban megsodródott, majd kerítésnek ütközött egy személygépkocsi Nyíregyháza és Nyírtelek között még csütörtök este. A sofőr beszorult a járműbe, őt a tűzoltók feszítő erővágóval mentették ki a roncsból, majd a mentők kórházba szállították. A gépkocsi totál károsra tört, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. 1958-ban egy Európából Ausztráliába tartó óceánjáró hajón a Castel Felice-n játszódik a Móricz Zsigmond Színház új darabjának története. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Két hét szünet után vasárnap ismét bajnoki meccset játszik a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila jelenleg hetedik helyen álló együttese a 23. fordulóban Felcsúton, a második helyezett Puskás Akadémia otthonában lép pályára. Szombaton idegenben játszik a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B keleti csoportjának negyedik helyén álló kék cápák az utolsó előtti Salgótarjánnál vendégeskednek a 18. fordulóban. Milyen emlékek törnek felszínre a múltból az Európából Ausztráliába tartó óceánjáró hajón, a Castel Felice-n 1958-ban. Hamvai Kornél darabja a szerelemről, a hűségről, ügynökökről, földrészeken átívelő üldözésről és menekülésről, a hazaszeretetről, a megbocsátásról és a feledésről szól. Két évvel az 56-os magyar forradalom után a Castel Felice óceánjáró fedélzetén 1400 kivándorló között 8 magyar is utazik az ismeretlenbe új életet kezdeni. Útközben barátságok és szerelmek szövődnek, de hogyan a hajó halad délfelé, úgy uralkodik el az utasokon egyre inkább a bizonytalanság. És azokkal a kérdésekkel foglalkozik a darab, amit ez a 8 szinte véletlenszerűen összeválogatott magyar a világ túlfelén feltesz a másiknak. Hogy az utóbbi évtizedekben, amiken keresztül mentek, azért ki felel, ki nem felel, lehet-e hibáztatni valakit, van-e, ez egy krimiszerű színdarab, tehát az is felmerül, hogy van-e köztünk gyilkos, és ha van, akkor mi a teendőnk vele a világ túlfelén, ahol már mit számít mindez. Hogy ki milyen szerepet töltött be otthon, azaz ki volt ügynök, ávós, és ki áldozat az 50-es években, csak akkor kezd el számítani, amikor egyikük eltűnik a hajóról, és megkezdődik a nyomozás. Ez egy valóságos ember. Hanvai csodálatosan írta meg ezt a darabot, én nagyon kedvelem. Mind képszerkezetében, mind figurálisan ábrázolt embereket. Remek. Pompás érzés játszani, szórakoztató, remekül próbáltunk, és Pali úgy vezette ezeket a próbákat, ahogy elő van írva. A mű karaktereit, a négy férfit és a négy nőt nem nevezi meg a szerző, a szereplők listája csak a típusokat adja meg. Az egyik utas neve így csak szemüveges. Alapvetően egy kis ember, hatalmas igazságérzettel, igazságtudattal, akinek gyakorlatilag az első mozdulata az, hogy eltöri a súlyos dioptriás szemüvegét, és onnantól kezdve az utazás során, hát majd, hogy nem az út feléig, szinte teljesen vak.
Az előadás végére az utazók elérnek a Castel Felice, azaz Boldogvár nevű hajón, álmaik földjére, de hogy ki az, akire valóban boldogság vár a világ másik felén, az a jellemük függvénye. A gyógyító munkát segítő eszközöket adományozott a Global Partners System Kft. A Józsa András Oktatókórház gyermeksürgősségi részlegének. A 200 ezer forint értékű adománycsomagban gyermek és csecsemő vérnyomásmérők, infrahőmérők és mérlegek, valamint úgynevezett pulzoximéterek is szerepelnek. 2015 óta ebben a tömbben működik a gyermekosztály a Nyíregyházi Kórházban. Komfortos, modern körülmények között tudnak gyógyítani az itt dolgozó egészségügyi szakemberek. Itt a gyermeksürgősségi részlegen, illetve a gyermeksürgősségi szakrendeléseken történik a betegeknek az első ellátása. Amikor megérkezik ide a beteg, akkor egy új rendszert próbáltunk kiépíteni arra, hogy minél gyorsabb és hatékonyabb legyen az ellátásunk, ez az úgynevezett triázs rendszer. A betegek közvetlenül érkezés után egy helyiségbe, a triázs helyiségbe kerülnek, ahol már ilyen alapvető vizsgálatokat el tudunk náluk végezni, vérnyomásmérést, pulzus vizsgálatot, EKG-t készítünk, akár testsúlyt mérhetünk. És ezt követően kerülnek a gyerekek vizsgálatokra, ahol eldöntjük, hogy kórházi felvételre van szükség, nincs szükség, hazabocsájthatjuk. Az elsődleges vizsgálatokhoz elengedhetetlen eszközöket adományozott a Global Partners System Kft. A Nyíregyházi Kórháznak. Tavaly karácsonykor döntöttünk úgy, pontosabban novemberben, hogy a Hilvitál vásárlóit bevonva egy kis rövid adományozással szeretnénk támogatni ugye a sürgősségi osztályt, és egy ilyen 200 ezer forintnyi összeg gyűlt össze így a vásárlóknak a jóvoltából. Gyakorlatilag az eszközök, amiket átadtunk, azok infralázmérők, csecsemőmérlegek, vérnyomásmérők és minden egyéb sürgősségi ellátáshoz szükséges orvosi eszköz. Az adomány átadón elhangzott, az eszközöket szinte azonnal felavatják, hiszen nagy segítséget jelentenek a vizsgálóeszközök a gyermekek gyógyításában, állapot felmérésében. Két hét szünet után vasárnap ismét bajnoki meccset játszik a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila jelenleg hetedik helyen álló együttese a 23. fordulóban Felcsúton, a második helyezett Puskás Akadémia otthonában lép pályára. Mivel a kisvárdai csapat a legutóbbi fordulóban pályája használhatatlansága miatt nem játszott, két hetet készülhettek a játékosok a felcsúti kirándulásra. A szakmai stáb így az elmúlt héten a fizikai felkészítésre helyezte a hangsúlyt, ezen a héten pedig a taktikai elemek gyakorlása került előtérbe. Révész Attila szakmai igazgató egyrészt örült a plusz felkészülési időnek, másrészt viszont sajnálta, hogy a csapat kiesett a bajnoki ritmusból. Mint elmondta, a tavaszi nyitófordulóban elszenvedett soroksári vereség után jó lett volna minél hamarabb javítani, így viszont a bajnoki címre leginkább esélyesnek tartott Puskás Akadémia otthonában kellene pontot, vagy pontokat szerezniük a kisvárdaiaknak. Puskás az magasan esélyes, olyan játékot produkáltak most hétvégén is, amelyet egyetlen egy csapat sem tud. Helyszínen tekintettem meg a Kozár-Miskolci meccsüket ebben az osztályban, és hát nem ígérkezik könnyűnek, ez egy óvatos megfogalmazás, de természetesen mi csapatunkban is vannak olyan játékosok, illetve van olyan rendszerünk, amely képes lehet egy-egy mérkőzésen akár meglepetést is okozni. A csapat középső védője, Vermes Krisztián arra számít, hogy sok dolga lesz a Pancsó arénában, ettől függetlenül bízik abban, hogy nem pont nélkül térnek majd haza Felcsútról. Azt mondom, hogy a stabilitás a legfontosabb mindig, tehát abból kell kiindulni, hogy tényleg ne kapjunk gólt. Biztos, hogy nehéz lesz nekünk, ismerem azért jó pár játékosnak a játékát. Személyesen is azért sokukkal játszottam, és tényleg azt mondom, hogy ők is általában a futballt választják, tehát azért megpróbálnak okosan helyezkedni, de most valószínűleg azért megpróbálják megmutatni ellenünk, hogy azért motiváltak is, de azt gondolom, hogy nekünk nem is ezzel kell foglalkozni, hanem tényleg azzal, hogy az első rossz kezdés után mi egy most jó folytatást mutassunk. A Puskás Akadémia Kisvárda mérkőzés vasárnap 13 órakor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: Kozár Miskolc Siófok, Nyíregyháza Spartakusz Mosonmagyaróvár, Dorog Zalaegerszeg, Grosics Akadémia Vác, Ceglét Csákvár, Budaörs Szeged, Soroksár Békés Csaba, Szolnok Sopron és Balmazújváros Cigánd.
Szombaton idegenben játszik a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B keleti csoportjának negyedik helyén álló kék cápák az utolsó előtti Salgótarjánnál vendégeskednek a 18. fordulóban. Az elmúlt 17 fordulóban akadtak meglepetések az NB1B keleti csoportjában, volt jó néhány olyan találkozó, amelyen borult a papírforma. A Nyíregyháza Blue Sharks az elmúlt hetekben nagyszerű formában játszik, így bár idegenben lépnek pályára szombaton, esélyesebbeknek számítanak ellenfelüknél a kék cápák. A Salgótarján ugyanis 5 győzelemmel az utolsó előtti 11. helyen áll a tabellán, míg Nagy Krisztiánik 11 sikerrel a 4. helyen várják a találkozót. Nekünk hozni kell ezt a mérkőzést. Nem egyszerű egyébként, ugye soha nincsen jó szituáció, mindig elégedetlenek vagyunk. Nagyon örülünk az elmúlt időszak sikereinek, illetve győztes mérkőzéseinek, de egy kicsit meg kell próbálni a csapatot a földön tartani, és elmegyünk Salgótarjánba, egy olyan közönség fog várni minket, aki előtt, milyen előtt ritkán szokott játszani a csapatunk. A körülmények nem rosszak, ha pályára gondolok, minden rendben van ezzel, csak sajnos egy nyomás az majd nehezedni fog a csapatra, és ezt nekünk föl kell dolgozni, el kell bírni, és ezzel együtt is valóban meg kell nyernünk ezt a találkozót. A nyíregyházi csapatban egyre több szerephez jutnak a fiatalok, akik meg is hálálják a bizalmat. Jó az természetesen, hogyha a fiataljaink egyre több játék lehetőséget kapnak, és egyre rutinosabbak lesznek. Mindenképpen az a célunk egyébként, ahogyan ezt már mondtam a bajnokság elején, vagy a szezon kezdetén is, hogy találjunk néhány olyan játékost, akiből lehet alkotni egy olyan magot, amire építhetjük majd a következő évek kosárlabdázását. Természetesen szeretnénk elmozdulni a B csoportból és visszakerülni az A csoportba. Ehhez kellenek azok a motivált, tetrekész fiatalok, akikből kialakulhat ez a központ, ez a mag, és bízom abban, hogy a fiatalok is érzik ezt, és ha pályára kerülnek, akkor megpróbálják bizonyítani azt, hogy nekik helyük van ebben a csapatban. De hozzáteszem, ez a minimum elvárás, hogy ha valaki pályára kerül, annak föl is kell szednie a parkettát. A forduló további párosítása a következő: Budapesti Honvéd Hódmezővásárhely, Óbudai Kaszások Miskolc, Békés Eger, MAFSZ 2 Nagykőrös és Debrecen Tiszaújváros. Egyre több a beszédzavaros gyermek, viszont kevés a logopédus. Nyíregyháza közel 50 oktatás-nevelési intézményében mindössze 15 szakember dolgozik, de ők nem csak a megyeszékhely óvodáiban, hanem többek között Újfehértón is tartanak logopédiai foglalkozásokat. Az 5 évesek kötelező szűréséből kiderül, a legtöbb gyermeknek artikulációs problémája van. Egy törvénymódosítás miatt pedig a közeljövőben már a 3 éveseket is vizsgálniuk kell majd a logopédusoknak. A hatósági munka mellett a műszaki vezetők és műszaki ellenőrök oktatásával is bővült az idén 20 éves mérnöki kamara tevékenységi köre. Ez is elhangzott a szervezet jubileumi taggyűlésén. A megyei szervezetnek jelenleg 493 mérnök tagja és 290 műszaki ellenőr, műszaki vezető nyilvántartott tagja van. Az Anarcsi Czóbel kúria is bekerült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba. Az értéklista 21 új értékkel bővült, amelyek a megye épített, szellemi és kulturális örökségét őrzik. A Czóbel kúriát a tavalyi évben 200 millió forintból újították fel, azóta áll nyitva a látogatók előtt. A Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják, majd friss hírekkel pedig hétfőn este jelentkezünk. Híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap az átlagosnál enyhébb, szép tavaszi időjárás várható. A magasban délnyugatról egyre melegebb, jobbára száraz levegő érkezik fölénk, így sok napsütésre, szokatlanul enyhe időre számíthatunk. Az éjjel fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem lesz, a nyugati, majd a délire forduló szél helyenként megélénkül. Reggelre általában -1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben fátyol felhős idő várható sok napsütéssel, csapadék nem valószínű. A déli szél gyakran megélénkül, időnként megerősödik. Délutánra 16 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti jellegű hatás van térségünkben.
Változékony, továbbra is enyhe tavaszi idő várható a következő napokban. Vasárnap és a jövő hét elején már sok lesz felettünk a felhő. Több helyen, több alkalommal várható eső, zápor, és pár fokkal visszaesik a nappali felmelegedés mértéke. A hét második felében már egyre kevesebb lesz felettünk a felhő. Több órára kisüt a nap. Éjszaka gyenge fagyra, napközben mérsékelten meleg időre számíthatunk.